Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! November 3-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Egyre több győri használ energiatakarékos ledízzókat. Folytatódott az önkormányzat akciója, melynek keretében ingyen lehet modern világítás technikai eszközökhöz jutni. Mint sok minden másért, a tojásért is jóval többet kell fizetni a boltokban, de a mostani ár stabilizálódhat. A kiskereskedők eltérő haszonkulccsal dolgoznak, tojásonként 20-30 forintos árkülönbség is lehet a boltokban. November 11-én nyílik a 25. országos Baba és Mackó kiállítás, ezúttal az Egyetemi Könyvtár fogadja be a tárlatot, a különleges kiállítás december 10-éig látogatható. Egyre több győri használ energiatakarékos ledízzókat, hála a város által indított ingyenes lakossági akciónak. Összesen 11 ezer darab modern és energiatakarékos fényforrás talál gazdára. A ledosztásokat minden hónap első két csütörtökén rendezik az Olimpiai Sportparkban. Szeptember eleje óta lehet regisztrálni a programra, melynek célja csökkenteni a győriek költségeit és a globális energiafogyasztást. Az ingyen ledeket a város vezetőitől lehet átvenni. Az újabb alkalomra csütörtök délután került sor az OSP-ben. Kígyózó sorok az OSP-ben. Most csütörtökön is rengetegen várták, hogy átvehessék az ingyenes ledízzókat, melyen jelentős összegeket spórolhatnak a győri lakosok a mostani nehéz gazdasági helyzetben. Jelentősen megemelkedtek az üzemanyagárak és az energiaárak, és nyilván próbálunk segíteni, ahol tudunk, és találtunk egy ilyen lehetőséget, hogy a lecsere programot egész városra kiterjesztve Győrben meg tudjuk tenni. És örülök, hogy sokan regisztrálnak, és nyilván az, hogy ki mennyi égőt kap, ez teljesen attól függ, hogy hogyan töltik ki ezt a kérvényt vagy igénylőlapot, illetőleg az alapján mit állapítanak meg. Ez egy program, ami megállapítja, hogy mi az, amit kell adni ahhoz, hogy azt a mennyiségű energia spórolást elérje, amit kitűzött magának ez a program. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, és előtte regisztráljon, hiszen ez a fontos azért, mert hogy ez egy olyan hivatalos procedúra, aminél az a cég, amelyik ezt adja, az hogy mutassa azt, hogy ez energiát takarít meg a lakosság körében. Ez egy win-win helyzet, ő ezzel nyer, hogy ezáltal csökkenti azt a befizetendő büntetést, amit kéne fizetnie, a győrvárosi polgárok pedig ingyen jutnak ledhez. Többen már egészen korán érkeztek, és nagyon örültek a ledcsere program lehetőségének. Nagyon jó, hogy ide eljöhettünk erre a programra, mert a fiam világítástechnikus, és nagyon ajánlotta, hogy vágjak bele, és kérjem, mert fontos az én munkámhoz is, mivel kézműves vagyok, és nagyon sokat világítok, és fontos, hogy keveset fogyasszak. Mindenképpen fontos számunkra, hogy takarékoskodjunk már, ahogyan lehet. Szerintem ez egy tökéletes megoldás, és köszönjük a polgármester úrnak ezt a megoldást. A kitöltés mennyire volt nehéz, mennyire egyszerű? Egyszerű, teljesen egyszerű volt, nem okozott problémát, érthető, így aztán tényleg alig várjuk, hogy átvehessük. Önök hány égőt tudnak itt kicserélni? Mi 35-öt fogunk kicserélni, mert egy két lakásos házban élünk. Így aztán érthető, ez jelentős számunkra, mindenképpen megtakarításilag is. Aki nem tudja kitölteni a ledosztáshoz szükséges internetes kérdőívet, annak segítenek a Panasz irodában a Szent István úton. Ide személyi igazolványal, lakcímkártyával és villanyszámlával kell érkezni. Szeretettel a spóroláshoz és a minél hatékonyabb világításhoz. Nagyon szépen köszönöm. A csütörtöki alkalmon dr. Dézsi Csaba András polgármester és dr. Pergerez a polgármestertől összesen 470-en kapták meg az energiatakarékos ledízzókat. Aki eddig nem tette, regisztráljon az ingyenes izzókat, ezt követően is minden hónap első két csütörtökén vehetik át a tulajdonosaik az Olimpiai Sportparkban, ahol a program keretén belül 11 ezer darab modern izzó talál gazdára. A tojásért is, mint minden élelmiszerért lényegesen többet kellett fizetni az elmúlt időszakban, de a mostani ár stabilizálódhat. Ezt mondta a Győr Plusznak dr. Kertész Tamás. Az egyik legnagyobb tojás termelő cég tulajdonosa arról is beszélt, hogy a költségek drasztikus emelkedése jelent meg a termelői árban, de további drágulásra nem kell számítani. A cégvezető hozzátette, a fogyasztói árat nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen haszonkulccsal dolgoznak a kiskereskedők, így a boltokban tojásonként akár 20-30 forint árkülönbség is lehet.
csomagolják a tojásokat az egyik legnagyobb magyarországi termelő logisztikai központjában. Az alapélelmiszernek számító termék drágulása tavasszal kezdődött. A tojás árak, mint minden élelmiszer ára, az elmúlt időszakban emelkedett. Ez nem csak az elmúlt hónapokra tekinthetünk vissza, hanem igazából két lépcsőben volt nagyobb tojásáremelés. Áprilisban következett be egy nagyobb emelkedés, illetve szeptemberben. Tehát jelenleg ez a két lépcsős áremelés határozza meg a tojás árát, és most úgy látom, hogy nyugvó pontra ért a tojás ára, tehát lehet, hogy ezen a szinten stabilizálódni tud, ahogy most kialakult. Egy átlagos MS tojásért jelenleg a boltokban 90-100 forintot kell fizetni. A termelők, hogy ne legyenek veszteségesek, kénytelenek voltak a dráguló költségek miatt árat emelni. A termelők próbálták amennyire lehet tartani a tojás árát, viszont amikor már nem lehetett, tehát mikor már elért egy olyan szintet a költség, hogy veszteségbe fordult teljesen a termelés, akkor muszáj volt nekünk termelőknek is emelni az áron, és azóta is azt a politikát követjük, hogy a költségek növekedését próbáljuk követni, kicsit lemaradva a tojás árával. Tehát nem a tojás ára lett elképesztően magas, hanem a költségek alakultak olyan elképesztő szinten, hogy azokat muszáj volt a tojás fogyasztói árában, illetve termelői árában is valamilyen szinten lekövetni. A fogyasztói árakat a kiskereskedői egységek üzletpolitikája is befolyásolja. Egyes üzletláncok drasztikusan megemelték a tojáshol lévő haszonkulcsot. Ettől függetlenül dr. Kertész Tamás szerint nincs valóság alapja annak, hogy a tojásért néhány hét múlva akár 150 forintot fizethetünk. Én úgy érzem, hogy túlzás, amit a médiában a tojásról állítanak az utóbbi időszakban. Mondom, jellemzően most 100 forint környékén meg lehet vásárolni a tojást. Nyilván ki lehet ragadni egy-egy példát, tehát meg lehet nézni a legdrágább prémium terméket, tehát egy XL-es méretű mélyalmos vagy biotojást, nyilván annak magasabb az ára, de az sem éri el még a 150 forintot, és jelenleg semmi nem indokolja, hogy 150 forint legyen a tojás. Tehát én úgy érzem, hogy ilyen 100 forint környékén, 100-110 forint maximum ezen a szinten stabilizálódni tud a tojás ára. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére, így is a tojás az egyik legolcsóbb élelmiszer, az értékéhez viszonyítva. Az ügyvezető azt is elmondta, reméli a tojás nem lesz hatósági áras, mert annak hatására ez az alapélelmiszer hiánycikké válhat a boltokban. Magyarország szerencsére nincs benne a háborúban, és mindent meg is teszünk, hogy ne keveredjünk bele, mert a legjobb háború, amiből mi kimaradunk. Ezt mondta a Győr Plusznak dr. Demkó Attila, biztonságpolitikai szakértő, aki a Bencés Estek vendége volt. Az MCC geopolitikai műhelyének vezetője kiemelte, a világ békétlenség és nem a béke felé halad, sok a konfliktus, amik ráadásul fokozódnak. A szakértő szerint a közép-európai országok csak bizonyos témákban közelednek egymáshoz, de Ausztriával például kifejezetten jó hazák viszonya. Érthető módon a Magyarországhoz egészen közel dúló háború volt a központi témája a Bencés Esték legutóbbi előadásának. Dr. Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a programon arról beszélt, hogy hazánk ki akar és ki is fog maradni az orosz-ukrán konfliktusból, hiszen, mint fogalmazott, az a legjobb háború, amiből mi kimaradunk. Magyarországon, hál' Istennek, nem vagyunk benne ebben a háborúban, és mindent meg is teszünk, hogy ne keveredjünk bele. Nem lehet ezt a háborút pusztán morális alapon szemlélni, mert a legfőbb jó a magyar polgárok szemszögéből az, hogyha kimaradunk ebből a háborúból. Nyilván egy orosz agresszióról van szó, de Ukrajnát Magyarország humanitárius eszközökön túl fegyverekkel nem támogatja, és úgy látszik azért Oroszország is látja, hogy mi alapvetően amellett, hogy elítéljük ezt az agressziót, nem kívánunk ebbe belekeveredni, tehát ez mindenképpen egy jó hír. Azt gondolom a magyar polgároknak, hogy kimaradunk abból, akármilyen nyomás is van ránk, abból a jelenlegi morális alapokon nyugvó európai politikából, ami viszont szerintem még morálisan se hosszabb távon nem jó, hiszen Ukrajnának akár több kárt is okozhat, mint amennyi hasznot okoz.
A szakember beszélt még arról is, hogy a világ sajnos nem a béke, sokkal inkább a békétlenség felé halad. Rengeteg konfliktus van, és ezek csak fokozódnak az egész földön. Ebben szívesen jósolok, tehát nem hiszem, hogy a következő emberöltőn belül egy békés világot látunk. Inkább a békétlenség felé halad a világ, annyi konfliktus van és fokozódik. De Magyarországon viszont megmaradhat a békés világ. Tehát szerintem így kell ezt megközelíteni. Igazából teljesen békés világ sohasem volt. Tehát a globusz valamely pontján mindig volt konfliktus. De az a kérdés, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy Magyarország is közvetlenül belekeveredjen egy ilyen konfliktus gócba. Ugye ezt sikerült a délszláv válság során elkerülnünk, és sikerül szerintem az ukrán válság során is elkerülni. Nyilván egy olyan politikára van szükség, amely ésszel és nem érzelmekkel politizál. A szakértő kiemelte, a közép-európai országok bizonyos témákban talán közelednek egymáshoz álláspontjukban, de minden állammal teljesen más Magyarország viszonya. Azt viszont hangsúlyozta Demko Attila, hogy a régióban Ausztriával most a legjobb hazánk viszonya. 500 győri középiskolás előtt tartott nyílt próbát a Győri Nemzeti Színház. A fiatalok a teátrum legújabb, célegyenesben lévő darabjának próba folyamataiba tekinthettek be csütörtökön. Bakos Kis Gábor színházigazgató úgy fogalmazott, azon dolgoznak, hogy a fiatalabb generációnak is színházat csináljanak, és szeretnék minél hamarabb megmutatni nekik, hogy a színház egy csodálatos közeg. Tamási Áron énekes madara november 11-én debütál majd Győrben. Ritkán telik meg hétköznap reggel a Győri Nemzeti Színház nézőtere, ezúttal azonban szinte az összes széket elfoglalták. Több mint 500 győri középiskolást látott vendégül a teátrum csütörtökön, akik betekinthettek a társulat legújabb, célegyenesben lévő darabjának próba folyamataiba. Fogjátok látni, amikor szép megy a vasfüggöny, hogy a díszlet már úgy mutat valamit, már bizonyos dolgokat, fent vannak a lábak, tehát még oldalt nincsenek lesötétítve, látjátok a kellékasztal, meg látni fogjátok, hogy a háttérben hogyan mozognak a kollégák. Bakos Kis Gábor rövid bevezetője után a vasfüggöny mögött köszöntötte a meglepett színészeket, akik nem gondolták, hogy csütörtök reggel ennyi szempár kíséri majd figyelemmel próbájukat. A színház igazgató örült, hogy megtelt a nézőtér, előzetesen nem számított ekkora érdeklődésre. Nem gondoltuk volna, hogy ennyi diákot fogunk vendégül látni itt a ma reggeli próbán. Én arra gondoltam, amikor ezt mondtuk, hogy tartsunk egy nyílt próbát, hogy lesz itt 50-60 fiatal, akik meg akarják nézni, hogy hogyan zajlik egy színházi próba. Na most ehhez képest minimum 10-szer annyian vannak, mint amire gondoltunk, ennek mi nagyon örülünk. Azért dolgozunk, hogy az ifjú generációnak is színházat csináljunk, és minél hamarabb megmutassuk nekik azt a dolgot, hogy a színház az egy csodálatos közeg. Itt olyan történeteket lehet újra álmodni, vagy adott esetben megnézni, amely azt gondolom, hogy joggal tarthat számot arra, hogy eljönnek a fiatalok, és megnézzék az előadásainkat. Úgyhogy ez a kicsi merénylet volt az a dolog, ami ma reggel itt megtörténik a színháznak a nézőterén, illetve a színpadán. Zenés betéttel indult a próba, amit a rendező, vagyis Bakos Kis Gábor rendre megszakított, hiszen folyamatosan újabb ötletei támadtak. Tamási Áron énekes madarának próba folyamatai már a végéhez közelednek. November 11-én mutatják be a három felvonásos darabot. Az énekes madárnak a főpróba hetébe csúszunk bele, holnaptól kezdődik a főpróba hetünk, itt már azért egy-két attribútuma a díszletnek megjelenik, az a szarvasagancs az még a Pergündnek a díszleteleme, mert ugye itt közösen dolgozunk a Győri Balettel, de ez már a mi díszletünk, meg az a kút, és itt egy hatalmas ház lesz, ott leghátul egy 12 méter magas fa lesz, és Tamási Áron énekes madár című történetének lesz ez a díszlete, és szépen lassan benépesítjük a teret, megtöltjük egyelőre még csak színművészettel, aztán érkeznek a jelmezek, és elkezdjük az egész történetet készre csinálni. Tamási Áron művének feldolgozását nagy elánnal próbálják a színészek. A rendező, színház igazgató szerint a három felvonás három gyönyörűséges csodát rejt majd. Ez Tamási Áron legtöbbet játszott, leggyönyörűségesebb története, egy szerelmes játék, ahol két fiatal egymásra talál, miközben az idősebb párok próbálnak ármánykodni körülöttük,
és tulajdonképpen Tamási Áron ezen a történeten keresztül megírta az ő egyik nagy szerelmét, egy nagy szerelmi történetét, mese, három felvonásban, három gyönyörűséges csodával felnőtteknek és fiatalabbaknak. Nagy sikere volt a csütörtöki nyílt próbának, mind a színészek, a színházi dolgozók, mind pedig a fiatalok körében. A jó hangulatú programhoz hasonló kezdeményezésekre a jövőben is számíthatnak majd a győriek. November 11-én jövő pénteken nyílik a 25. országos Baba és Mackó kiállítás. Idén rendhagyó módon az egyetem könyvtárában várják a szebbnél szebb babák és a pihepuha mackók az érdeklődőket. Ezt sajtótájékoztatón jelentették be szerda délután. A kiállítás anyagát 2022-ben is a Magyar Baba Barátok Egyesülete által meghirdetett országos verseny pályamunkái adják. Textil, nemez, kerámia és porcelán, de élethű csecsemőket ábrázoló babák is láthatóak lesznek a negyed évszázados tárlaton, amit december 10-éig ingyenesen lehet megtekinteni. Igéző szemek, pisze orr, aprócska száj és pihepuhának tűnő haj. Akár az élő úgy fest ez a csecsemő, azonban csupán egy babáról van szó. Ehhez hasonló különlegességeket is láthatnak azok, akik november 11 és december 10-e között megnézik a 25. országos Baba és Mackó kiállítást. A Magyar Baba Barátok Egyesülete írja ki azt a versenyt, amelyikre beküldik az alkotásokat, és ebben az év, minden évben adunk egy témát a készítőknek, inspiráló hatást kívánunk ezzel elérni. Az idei évben a 20. század második felének könnyű zenéje, ez a téma lett megadva, és mindig a népviseletek kategóriában is van egy-egy tájegységnek a viselete, annak a felidézése, de az idei évben magyar menyasszonyok. Ez a téma került terítékre, úgyhogy ez szerintem azt jelenti, hogy akik azt gondolják, hogy jaj, már láttam tavaly, ezt rosszul gondolják, mert ez a kiállítás minden évben más és más. Emellett, hogy az alkotók beküldik az alkotásaikat, mindig hívunk egy vendéget. Az idei évben a sajnos már nem élő Vidra Berzsenyi Mónika alkotásaiból lesz majd egy jó néhány darab a kiállításon bemutatva. A tárlatról egy sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők, mely ezúttal az Icsi Palota helyett a Széchenyi István Egyetem könyvtárában lesz látható. A kultúrára kicsit nehezebb idők járnak, úgy gondolom ez köztudott, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy néha hogy lehet a forrás hiányt, hogy az egyéb hiányosságokat összefogással helyettesíteni. Egyébként úgy gondolom, hogy az egyetemi polgárok, akik majdnem 10 000-en vannak, valószínű nem direkt célcsoportja a Baba kiállításnak, de mivel a könyvtárnak eléggé, ezért olyan extra látogatókat fogunk szerezni, amit valószínűleg az Icsi Palota esetében nem tudtunk volna megtenni. A helyszínváltozást az egyetem is üdvözli. Ez ismét egy újabb felület arra, hogy az egyetem kinyissa a kapuit és találkozzon a környezetében lévő fiatalokkal, szülőkkel. Jól illeszkedik ez az egyetemnek a családbarát kultúrájához, meg ennek a tevékenységnek a támogatásához. A gyerekek egész kicsi korba szokjanak hozzá ahhoz, hogy itt a környezetükben egy ilyen intézmény van, és hogyha majd visszagondolnak arra, hogy mi történt velük ezek között a falak között, akkor eszükbe juthat az is, hogy jártak itt egy baba kiállításon, ami egy kellemes jó élmény. A kiállított babák egy részét évek óta a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum őrzi. A Rómer Múzeum, illetve jogelődje a Sanctus János Múzeum már évtizedek óta részt vesz a baba kiállítás szervezésében. Régebben szatellit kiállítások, kísérő rendezvények segítségével kapcsolódott ebbe bele. Most pedig az utóbbi években a babák őrzőivé váltunk, hisz akkor, amikor nincsenek kiállítva ezek az alkotások, akkor a múzeum őrzi őket a raktáraiban. A negyed évszázados kiállítást a szokásokhoz híven ingyenesen nézhetik meg ezúttal egy hónapig, tehát december 10-éig. Kettől péntekig 8 és este 19 óra, hétfőnként 10 és 19 óra, míg szombatonként reggel 9 és délután 14 óra között. Sok vásárlót hozhatnak a déli gyümölcsök a győri vásárcsarnok kereskedőinek. Erről híradónk állandó szakértője beszélt csütörtökön.
Markó Vendel kiemelte, mutatóban azért már van narancs, mandarin, kiwi és banán is, de egyelőre még viszonylag drágán kínálják a vitamindús termékeket. Heteken belül azonban a dömping várható a déli gyümölcsökből, az áruk is lejjebb megy, és akkor rengeteg fogyhat belőlük. A kereskedők bíznak benne, hogy a forgalom emelkedés kitart egészen a karácsony előtti időszakig. Narancs és mandarin, ezekből már viszonylag nagy mennyiség van a győri vásárcsarnok egyik standján, pedig még nincs is itt a déli gyümölcsök szezonja, de már egyre több fajta Dél-Európából származó finomságot kínálnak, igaz egyelőre elég drágán. Alaptermékek a narancs, mandarin, igazából ebből most érkezett meg az Európában termelt, eddig afrikai mandarin és narancs volt, ami nagyon drága volt, most már egy kicsit konszolidálódott az ára. Tehát a mandarint 1500-1600 forintért kínáljuk jelenleg, a narancsot 900 forintért. Igazából úgy néz ki, hogy az idén egy viszonylag jelentős áremelkedésre számítunk. A szállítási költségek ugyanis az egekben vannak, úgyhogy ez látszik a termékek árán is. Abba bízunk, hogy most indul majd igazából a szezon, és reméljük, hogy a árak is egy kicsit lejjebb mennek, meg a választék is persze nőni fog. Gránát, alma és datolja szilva, ezeknek darabja 400 és 500 forint, ezek nem számítanak alapfajtának, de ha jön a szezon, ebből is több fogy majd, ahogy a kiviből és a banánból is, amiket most 1400 és 800 forintos kilónkénti áron kínálnak. Megint csak az alaptermékeket mondanám, a narancs meg a mandarin, hát ezt megszokták, nagyon szeretik, főleg a nem sokára lesz az a clementin fajta mandarin, ami mag nélküli, édes, könnyen lejön a héja, ezt nagyon kedvelik a vásárlók. Láttam egy-két érdekességet ott hátul a pulton, azok mit tudnak és szeretik-e népszerűen? Szeretik, tehát keresik a datolyaszilva, gránátalma. Sokan nézegetik már a déli gyümölcsöket az áruk miatt, azonban a többség még kivár a nagy bevásárlással. Ha déli gyümölcsöt vásárolok, akkor mi alapján válogat az ár mellett, és milyen déli gyümölcsöt szeret, és miért? Hát mindegyiket szeretem, ami azt illeti. És egy-egy szemet azért veszek, de nem nagyon jut többre. Jó, főleg az egészséges mi volt amiatt, vagy mert finom, vagy is, vagy miért vásárol a déli gyümölcsöt? Hát, mert finom, és is. Remélem, hogy van benne vitamin is. A kereskedők azt mondják, forgalmuk szinten tartásában nagy segítség lehet majd a déli gyümölcsök dömpingje. Abba bízunk, hogy mint eddig is karácsony előtt is viszonylag sok vevőnk lesz. Igazából ilyenkor vásárolnak jelentősebb mennyiségű déli gyümölcsöt. Nem is a forgalom nagy növekedését várjuk, hanem inkább a szinten tartást. Tehát abba bízunk, hogy minimum annyi vevőnk lesz, mint ahogy az őszi szezonban. A csarnokban tehát egyre több déli gyümölccsel találkozhatunk, a forgalom pedig egészen a karácsony előtti nagy rohamig kitarthat, legalábbis ebben bíznak az árusok. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.